acting up the truth, this ain't new to me. Since the age of 22, I've been using it like it's fuel to level up. Gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek, üdvözöllek titeket a legújabb videóban, innen Ciprusról, és ezzel kezdetét veszi a legújabb videósorozatom, amelyben bemutatok, hogy hogyan fogok itt így dolgozni. Soon to be the greatest of my generation, Operation Victory. Butterfly, we will stay through the perils, we dare not to stray. Spark the match, light the flame, out of luck, out of sight, dangerous dynamite. Meg volt az első munkanapom, pontosabban az első munkanapomnak a nagy része, mert még kettő program lesz, viszont ezek már esti programok. Egy mini diszkó a gyerekeknek, illetve utána egy bubble show. Most van egy pár óra szabadidőnk, úgyhogy a szobatársammal, a Ricardo-val úgy döntöttünk, hogy visszajövünk és egy kicsit pihengetünk. És hogyha már visszajöttünk, szeretném nektek gyorsan megmutatni, hogy hol is töltöm én a következő 4 hónapomat. Szerintem az erkélyünk az egyik legizgalmasabb pontja az apartmanunknak, ugyanis ilyen kilátásunk van, közvetlenül szinte a tengerre nyílik, plusz egy mini felhőkarcolóra, és ott a szállodánk, ahol dolgozunk, tehát körülbelül egy ilyen 3-4 perc sétára lakunk mi egy egyszerű apartmanban. Ha bejövünk az erkélyről, itt található a konyha, felszerelve minden létszükséges felszereléssel. Itt van egy ilyen kis étkező, itt szoktunk beszélgetni. Kanapék, ide le lehet heveredni, ott egy szoba, itt van a fürdőszoba, itt van szintén lányoknak a szobája, és itt van, hey Ricardo! Olá, tudo bem? Falo diretamente do Brasil com meu novo amigo da Hungria. Wow, I told him that he can speak something in Portuguese for you, and yeah, it was really nice, I think, so thank you so much. You're welcome. Ide vannak bepakolva a cuccaink, itt alszunk emeletes ágyon, és itt van még egy erkély, úgyhogy nagyjából ennyike. Would you like to say something to the Hungarian followers in Hungarian? In Hungarian? Yeah. I want to say that the Hungarian people should come to Brazil. This phrase? Yes. A magyar emberek jöjjenek Brazíliába. Slower, please. A magyar emberek. A magyar emberek? Yeah, a magyar emberek. A magyar emberek? Jöjjenek. Jöjjenek. Brazíliába. A magyar brennerek? A magyar emberek? It was. It looks like Hungarian. Yeah. Magyar emberek. A magyar emberek. Jöjjenek. Jöjjenek. Brazíliába. A magyar bremberek. Jobbarja Brazíliába. What do you think about the Hungarian language? It's very different. It's something. Okay. I think it's weird. Yeah, it is. It yeah. Is. Also for you, Portuguese is very weird. Okay. Please write me, how was Ricardo's Hungarian? Yay, thank you! Would you like to say thank you in Yes. Köszönöm. Yeah. Köszönöm! Ő volt a szobatársam Ricardo, aki egyenesen Brazíliából érkezett, São Paulo-ból, úgyhogy hozzá képest én alig tettem ki otthonról a lábamat, mert majdnem egy teljes napot utazott idáig, hogy most itt lehessen. És szeretnék mesélni arról, hogy pontosan mi is a munkánk és mit csinálunk itt, mert szerintem erről még nem meséltem. Hotelanimátorok vagyunk itt kint Cipruson, méghozzá a környék egyik legjobb szállodájában. Nekünk, mint hotelanimátoroknak tulajdonképpen a jó kedvet és a boldogságot kell biztosítani a vendégeknek, ami már azért alapból is megy, mert mégiscsak nyaralnak. Viszont emellett programokat szervezünk nekik, főként gyerekeknek, tínédzsereknek, de lehet akár felnőtteknek is, hogyha van kedvünk beállni, beltéren és kültéren. Mindenkinek egy szabad napja van egy héten, úgyhogy 6 nap munka, 1 nap szabi. Trouble days, lonely nights, a lot of
tears, a lot of fights. Big dreams met with bigger lies. It ain't what it seems from the outside. On my downfall they pray, will I surrender or will I betray? Given the trauma that lives in my brain, or use it to fuel up the fire in my veins. I never complain, I boss up and do it. If there's a battle, I'll fight my way through it. If the wind blows, I thank God that he blew it. Cause what is a blessing depends on you view it. The fruits of my labor are in the... Ahogy láthatjátok, most éppen itt van vagyok, és időközben eltelt néhány nap, ugyanis ma július 16-a van, és ma vágtam össze nektek a videót, úgyhogy remélhetőleg holnap vagy legkésőbb holnap után láthatjátok majd YouTube-on. És még mielőtt lezárnám ezt a videót, szeretnék nektek egy fontos dolgot mondani. Azzal, hogy én most Cipruson vagyok, az egyik legnagyobb szenvedélyemet kicsit háttérbe kell szorítanom, a falmászás, és habár van kint Cipruson falmászóhely, viszont olyan furcsa nyitvatartása van, hogy 17.30-tól 22-ig van nyitva, és ez az az időintervallum, amiben pont nem érnék vissza az esti sókra, meg ilyesmi, szóval az a lényeg, hogy nem fogok tudni elmenni mászni kint, amíg itt vagyok, úgyhogy addig gymbe járok, és elképesztően élvezem. Nagyon rég nem voltam konditeremben, de most valami kifejezetten jól esik, viszont nagyon próbálok odafigyelni tényleg arra, hogy jól edzek, hatásosan edzek, és ne hanyagoljam el azokat a dolgokat, amik a mászáshoz szükségesek, mert nem szeretném elhanyagolni. Szeretem a mászást, nagyon jó alkatot ad, tényleg egy alkalmazkodó testalkat, ami minden sporthoz gyakorlatilag kompatibilis, úgyhogy ezt a hatást szeretném majd viszont látni, amikor hazamegyek, úgyhogy azért is fogok dolgozni, és emellett sok minden másért is, viszont ezt a videót itt le szeretném zárni. Nagyon köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Bízom benne, hogy találkozunk a következő videómban, és addig is vigyázzatok magatokra. Ciao.